Mit parancsol? Egy kiló sonkát kérek szépen. Húsvásárlás a hentesnél. Általános mindennapos szituáció, ám sokszor mégsem tudja a vásárló mi a teendő, ha a megvásárolt termék nem olyan, amilyet ő elképzelt. Annak érdekében, hogy egy hasonló szituációban mindenki tudja, milyen jogai vannak, és hogyan kezeljen egy hasonló helyzetet, most egy fogyasztóvédelmi kisfilmsorozat készült. A bárki számára elérhető filmek röviden és érthetően tanítják a vásárlókat. A készítők a filmek forgatásakor igyekeztek a fiatalok érdeklődéséhez igazodni. Hát ez alapvető cél volt, hogy mindenki számára érthető legyen, hiszen az a célunk, hogy minél életszerűbb szituációkat mutassunk be. Most 4 viselkedésforma közül választhatsz. A néző különböző vásárlási helyzetekben választhat az összesen 40 opció közül, és miután a kisfilmek pár percesek, mindenki hamar jut információhoz a segítségükkel. Ez a film nagyon helyesen mutatja be. A fogyasztóvédelmi szakértő szerint egyedülálló a kezdeményezés, az országban hasonló oktatófilm még nem készült. Arra próbálták ráterelni a nézőket, hogy mi a helyes fogyasztói magatartás. Azért próbáltuk ezt a megoldást választani, mert itt technikailag is alkalmassá tudtuk tenni a különböző fogyasztói attitűdöket, helyzeteket, szituációkat, még ennek a végső eredményeképpen el tudnak jutni addig a pontig, amikor a helyes fogyasztói magatartáshoz lehet eljutni. A fehérvári önkormányzat is a kezdeményezés mögé állt. Róth Péter alpolgármester örömét fejezte ki, hogy a fehérvári kezdeményezéshez fehérvári színészek adták a nevüket. Fehérvári színészek, fehérvári helyszín, és kellemes vígperceket szerezhet mindenkinek, aki megnézi ezt a kis filmet. Az alkotók szeretnék, hogy az oktatásba is bekerüljenek a felhasználóbarát kisfilmek, hogy minél több fiatal ismerje meg a tudatos vásárlói magatartást.